Hát eddig nagyon szép az utca. És akkor igazából az volt a vissza, napi szinten, meg időként a gyereket a csurig, meg vissza. Na, igen, akkor pénteken találkozunk. Ferinek már van egy utasa, nagyon sokan jelentkeztek, akik beülnének, úgyhogy akkor felvettük a nevedet, és akkor gyere pénteken, majd megmutatjuk még a részt. Jó? Jó, köszönjük szépen a vissznek. Jó, van, puszi, találkozunk pénteken. Ciao. Gyerek, a súly alapján nem, a súlyt nem kérdeztük. Pedig most számít, hát minél könnyebb az autó, annál tovább jutunk egy vigyóra. Most mennyi vagy Feri? 80. 180? 80. 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 És akkor nagyjából legalább, hogy hát érjük, hogy a végén lorítom, hogy jó, hogy a végén és akkor kompenzálni kell. Egy napnak egyébként ugyanakkor a súlyban szívesen viszek még egy megfegyő morgudat magam. Egy kilógat, hogy letarol mindenkit. Kérdelem, szívesen elviszik egy megfegyő morgudat. Nagyon fontos a játék, a tippelés, hogy nem jön elő, nem fér be a kis tippelre. Igen. Így van. Egy hónap elviheti a kis hibridőt, tehát jól nyitvelj meg, hogy a legközelebb van az, hogy körülbelül mennyit megyünk egy-egy jó benyóval, az elviheti egy hónapra. Hajthatja, kipróbálhatja, hogy jöhet mellett vele, illeti a családod belföld, külföld. Igaz, hogy megkapcsolja. De viheti mindenhol. Úgyhogy egy-egy hónapos a tesztvezetés ott ért. Az jó? Az olyan cihinyen. Hát az alatt már tényleg az ember ki is próbálja és megszerette. Jó, úgyhogy jelentkezzetek, írjatok, kutatókacradio1.hu, és ide, ha írtok, akkor meg ide tippelni, és kipróbálni, hogy lesz valami, még jelentkezzetek egyébként utasnak. Hány utas tudjuk, hogy kényelmes elférünk? Egy hát, nem kettőt hátul, egyet, előtt, nem menne el, akkor teljesen vagy ő is. Illetve aki nem akar nagyon kilátni, tehát aki nem hisz a kilátásban, és nem állj meg. Tehát, hogy mögé vagy örüljön, aki lenni jó, de meg oldal. Aki jó, vigye a gyomra, aki jó. Azt a kurva, az majdnem lekaptuk a gyomra. Aki jó, az akadályt szóra. De be se fogsz férni, hogy ne, ahogy nem, mindenhol. Mögé, tehát ez ne férni, de az meg már ez nem sok komoly, az. Mindig kényelmesen én vezetek mögöttem, mint a és az oldi, mi minden adnak. Még a kényereknek könnyebb az ennek, így még csak a pénzkát, akkor állapodott fel a felnőttetások, mert el kell elférni. Jó, pénteken mikor indulunk? 9-kor induljunk? Induljunk 9-kor, azért mert akkor sokat kérdezünk, hogy akkor sok jó hát azt lejárták azt a fél órát, vagy nem ezt már nem olyan itt az nem mondom. Ez még a zene is tudja. Ez állást tudja. Ami a eltorlaszoljátok az ajtót, és így irány. Hát fantasztikus út. Ilyen a munka, így gyerek. Na jó, van 5 napot és 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek, Janihoz be lehet ülni. Hát egy stúdióban maradt, és kevésbé szereti a látogatókat, de megvinkel akár. Folyamatos buzinki szintezés, kiemelés. Azt a rohadt kurva istenit nekünk!
hát egy urban istenek neki az, meg hát milyen utcák ezek? Egy jó és így jön egy jó szexuális barátaival.
az irai slágereket, mert csak mi tudjuk, mik előnek.
Hosszában gyűrött,
Már kétszer megcsúszott a kuplungért. Legnagyobb örömöm volt. Hogy így hosszában, itt középen van egy hátulmutató, érted? Egy föld, és utána pedig egy égbe szóljon csapás. Nézd meg! Ez az ember, és meg tegeljük a kapat. Ez az ötven, és így tegeljük sajnos, most nem tudod elmondani, mert nem tudod veled tenni, valásra. De ez tényleg az, amikor a magadon keresed olyan dolgot, egyébként valószínűleg 20 évvel ötök gyűrök volt a körben, csak egyszerűen nem tudsz vele, nem foglalkoztál vele, mert akkor még éltél. De maga, én most élek még, most de akkor... Hosszabb távon élni. Én figyelem a jeleket. Tudod, 50 azért, mert te így elszöktelsz 50 éved előtt, és nem figyelem magadon a jeleket. Én egészségtudatos vagyok abban, hogy figyelem, és hosszában meg van gyűjtött lakom. Így éjjel meg, rá hajnal kettő könyv felmutatott a lámpába, és kirontta a fókuszra. Ja! Ne figyelj! Ne figyelj! Az, hogy a garázdák keresztnek, hogy hosszabb írják a jelenetnek, meg hogy ilyen a kereszt garázdák meg, és ilyen jellemzően fertőzés és betegségekről, vagy bérszekésről rálódik. A hosszanti garázdátság sem jelent súlyos rendellenességet, tehát ez a fajta körülmávátozás akkorról anélkül is okosodik, hogy bár ilyen betegségre kellene sejtenem a jelenség. A keringési zavarral, vas hiánya, bőrszárassággal lehet kapcsolatozni, ritkán vegyi hatások kísérő jelenséget. Egyes szakemberek a bélműködés zavairól kapcsolatoznak, emésztési felszívódási zavarokat emelt a barátság kapcsolatban. Gyakran víz hiány jelent egyébként, hogy vitamin hiány jelre is utal, a vitamin túladagolás jelre is lehet, hogy a túlzott motivitatot éreztes fel, ez nem fogja szeregetlenek rá, és szóval azt mondja, ennél kellemetlenek a bélférek parazitás. Nem állt! De szólunk az, hogy a bélférek parazitás jelenlétén is jelent. Úgyhogy amikor ne rád, de hogy kijöttél a Brexitből, és egy kicsit csak elkiáltott meg ezt, hogy nézd anyám volna. Tanácsos lenne, tanácsos lenne a folyamatban visszanézni, és akkor a kis nyűrű hadsereg várja, hogy rám egy pontban. Hát akkor azt ki kell hajtani. Az osztélyek vadásztársadnak, hogy másszorok mellé, és kicsit a dobot cserkeljenek ki a bárnak, egy kívül 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 a vadászat. Indul a vadászat, indul a vadászat, indul a vadászat. Komolyan oda kell figyelni, ami neked is mondom, hogy vizsgáld meg magad, érted? Öröm, erék, hát nem tudom. Évi egy vérvételre menjél. Azt csinálom. Nem írt semmit, minden oké? Ilyen nagy, ahogy hívják. Nagy vérkét. Nagy vérkét. Hát annak az a neve, hogy nagy vérkét. Ultrahangó, vérnyomás, vérkét. Van ilyen menedzser szűrés. Menedzser. Monoger szűrés. Monoger. Monoger. Akkor megnéznek mindent, igen, meg. Tényleg működik az új gyűjtő, meg a spray.
Nem csináltál soha ilyet. Soha nem csináltál, hogy megfogtad anyát, hintult dezodorát, 84 dezodorát, apád ő gyújtóját, akkor látod a nyújtóres hajlapot. És berepült valami, és akkor megpróbáltad úgy, hogy lángot gyújtottál, megfújtad, és akkor csináltál egy látszó. A kezedet nem, azt mondogatnak, hogy visszaég, és akkor fölrobban a doboz, vagy a flakon, de soha nem éget vissza. Tehát nem tudom, hogy valójában létezik ez, hogy visszaég, nem volt, aki elmondta. Vagy nem volt, aki elmondja, hogy neki fölrobbant, aki vagy az rendőr már. Mennyi idő kell ahhoz, hogy visszaéged, és soha. Aha, jó, ezt próbált egy idő, majd itt az új telefon. Ide kivész, veszek neked 10 doboz malíciát, 10 darab öngyújtott. Jó, de mi? Ne, ha visszaéged, akkor... Nem próbáljunk. Aki kipróbált, megkapta, hogy örök nagy halottak. Igen, ezért nem tudnak beszámolni. Figyelj, itt volt ez a sztori, és ha már szokott volt a szerének, most elkezdett megadni, aggódni, amiatt, hogy hogy is, de van már összeerő probléma, nincsen egyébként semmi, egyszerűen csak 47 lesz a májusban. Erről van szó, és egyébként bármikor szó, hogy itt van ez a apa, ez a szimbolizm, a 146 évre állítólag, ő volt a legkülönbözőbb ember a Földön, és hát kommentálták, hogy miért számít. Én nem hiszem ezt rá, figyelj, ha nem volt 140, akkor 120, akkor is nagyon megjött a 1900 éveitől van hiteles papírja, már előtte is a pártok bizonyította, de 1900-tól mérik, vagy nézik, hogy vannak, és ezek szemben, hogy azt ér 117. Tehát ha mondjuk 117, akkor is szép a 117, a 140, az mit is mondja. Én még soknak kék feleséget nevetem. Ebből mindegyiket örömsak. Mindegyiket talán legnagyobb örömmel tartom. Az összes gyerek egy szerencsét mondta, az összes testvérét túlélte. A fizemes testvérek, az összes felső közös gyerek, összes testvérek, mindenki elhúlt, ő maradt egy ilyen. A 140 év az úgy, hogy takozódik föl, honnan kezdődik a kamaszkor? Honnan kezdődik az öregkor? Honnan jön a nyugdíjas év? Mikor számít az idősnek, öregnek? De, tehát az, hogy osztod be? Ez szép, mondjuk, hogy ugye mi már tévedel, vagy a kamaszkor, a kamaszkor, hány éveskora volt a oldal? 73. Igen, itt a nagy kérdés ugye nem az élet hossza, hanem az élet minősége. Tehát a 80 éves korától nagyon halott egyébként egyébként ült, csontfájdalmai voltak, és csípőprotézise volt, és minden egyes mozdulatfájdalmat okozott, akkor ez egy hosszú 70 év komplikáció. 140 év van. Ha ezt a 140 év van, azt mondja, de kezdte, az 400 élet biztos, hogy végig dohányzott belőle. Az oké, mert nem életen így lehet rányos volt. És kérdés, hogy mikor ültött rá egy cikk, amit elolvastam, vagy egy cikk, amit elolvastam, egyetlen nagyon fontos információ, hogy a szűrtem rá, hogy a hosszú év, hosszú életet van, az, hogy végig gondoskodtak róla ezt. Igen, szeretem, hogy